Vajdaság Autonóm Tartomány parlamenti eljárása elé terjesztették azt a különleges célú területrendezési tervet, amely a gyorsforgalmi út megépítését határozza meg Óbecse község területén, amelynek elfogadása következő hónapban várható. Az Óbecse község területén lévő telkek kisajátítását tervezik, amelyek listája a héten jelenik meg Óbecse község honlapján, mondta Daniela Doroszlovácski, a Városrendezési Építési Kommunális Közlekedési és Ellenőrzési Felügyeleti Főosztály vezetője. Figyelembe véve Radicevics egyes lakóinak aggodalmait, hangsúlyozta, hogy a terv egyetlen ház lebontását sem irányozza elő ezen a lakott helyen, és a Zombortól Nagykikindáig vezető út teljes építése során két nyaraló eltávolítását tervezik, amelyek közül az egyik az Óbecsei Földvári út mentén található. Ami Radicevicet illeti, egyetlen épület se kerül lebontásra, és egyetlen magántulajdonban lévő parcella Radicevic településen sem esik bele a kisajátítási övezetbe, abból a szempontból, hogy itt haladna át a gyorsforgalmi út. Bizonyos parcellák át lesznek véve, egyesek pedig bele fognak esni a teljes kisajátítás folyamatába. Azonban ez mind attól függ, hogy mit mutat majd jelenleg a tanulmány eredménye. Ahhoz ugyanis, hogy mi elvégezhessük a kisajátítást, először el kell végezni a különféle tanulmányokat, parcellázásokat, átparcellázásokat annak érdekében, hogy megállapításra kerüljön a parcellák nagysága, amelyek meg lesznek vásárolva. És még egyszer kihangsúlyozom, hogy azok a parcellák, amelyek bekerültek a kisajátítási folyamatba a gyorsforgalmi út miatt, mind egytől egyig mezőgazdasági parcellák, azaz szántóföldek. Tehát egy épület sincs rajtuk. A terv meghatározza, hogy a Radicevicen található telkek, amelyek a meglévő állami út mentén helyezkednek el, a védőövezet részét képezik, ahol az épületek építését és átépítését ellenőrzik, és ezeket az eljárásokat konkrétan meghatározzák, mondja Doroszlovácski. Azok a telkek, amelyek a védővezetben vannak, illetve az út mentén, tervvel meghatároztuk az építés problémáinak megoldási módjait. Ez nem azt jelenti, hogy az építkezés itt meg lesz tiltva, hanem azt, hogy külön feltételnek kell megfelelni. És ez azt sem jelenti, hogy az épületeket le kell rombolni. Egyetlen épületet sem bontunk le ezen a területen. Ami itt a terven és térképen látható, az az, hogy Radicevicnél az a betonplató ki lesz sajátítva, és egyedül ez lesz lerombolva, de egyetlen másik épületet sem kell ledönteni. A dokumentum nyilvános betekintése során csak a Pikbecseinek volt kifogása, mivel a gyorsforgalmi útnak az ő udvaruk egy részén kell áthaladnia, ahol az öntöző rendszerek találhatók. Szemmel láthatólag nem történt semmilyen változás, mert ha ez így lenne, akkor a tervezőbizottság már eljuttatta volna a végleges tervet, mivel azonban nem lettünk értesítve arról, hogy változott volna az útvonal. Ez azt jelenti, hogy nem történt semmilyen változás, és a Pikbecse észrevételét nem fogadták el, hiszen maradt számukra elegendő terület az öntöző rendszerük számára. A gyorsforgalmi út magában foglalja Óbecse község egy részét a Túria felé vezető kereszteződéstől Radicevicen keresztül, az óbecsei ipari övezet egy részét a Törökbecse melletti Zsilipig. Az önkormányzat kötelezettsége a kisajátítandó telkek jegyzékének közzététele, a polgárok tájékoztatása, a kisajátítási tanulmány elkészítése, amely meghatározza a kisajátítás tárgyát képező telkek területét, valamint az egyéb kísérő dokumentumokat. Közvetlenül nálunk hajtják végre a gyorsforgalmi út tervét, ami azt jelenti, hogy nem kell nekünk külön kidolgozni a kísérő dokumentációt, és mihelyt elkészül az ötletterv, már is végre lehet hajtani a terv dokumentáció alapján. Az összes többi, tehát a védővezet kiépítése, a mi hatáskörünk lesz, amelyben mi kombináljuk ezt a tervet, valamint a területrendezési tervet, amely még mindig érvényben van. A gyorsforgalmi út mellett egyébként megmaradnak a meglévő állami utak, amit fel kellene újítani, és a tervek között szerepel olyan bekötő utak, felüljáró és több körforgalom kiépítése,
amelyek lehetővé teszik a polgárok rácsatlakozását a gyorsforgalmi útra. Dragan Kovacev, a községi tanács gazdasággal és környezetvédelemmel megbízott tagja, szerződést írt alá a Bányászati és Energiaügyi Minisztériummal Úbecse község területén található családi házak és lakások energetikai rehabilitációs programjának finanszírozására. Úbecse község elnökének állásfoglalása szerint idén megduplázzák a háztartásoknak juttatott források összegét, hogy minél több polgár kaphasson támogatást. Mindezt otthona energiahatékonyságának növelése érdekében áll Úbecse önkormányzatának közleményében, amely erre a célra 10 millió dinárt különített el, ugyanúgy, mint az illetékes minisztérium is, ami összesen 20 millió dinárt jelent erre az intézkedésre. Tavaly összesen 66 felhasználót vontunk be a családi házak és lakások energetikai felújításába. Társfinanszíroztuk a hőburkolat javítását, a hőtechnikai berendezéseket és a napkollektorok telepítését a fogyasztói melegvíz központi elkészítéséhez. Az idei évre megduplázódott forrásoknak köszönhetően várhatóan jelentősen megnövekszik azon polgárok és háztartások száma, akik így bizonyos megtakarításokat érhetnek el, valamint javíthatják családjuk életkörülményeit, mondta Dragan Kovacev, a községi tanács gazdasággal és környezetvédelemmel megbízott tagja. Hamarosan nyilvános felhívást írnak ki a munkálatokat végző vállalkozó szervezetek számára, ezt követően pedig nyilvános felhívást tesznek közzé azon állampolgárok számára, akik részt kívánnak venni e támogatások jogának gyakorlásában. 5. alkalommal tartották meg idén a Szóval Rimmel Színházzal elnevezésű tábort az Úbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben. Az intézmény, valamint a Bóbita Úbecsei Nagycsaládosok Egyesületek közös szervezésében. A drámatábort 2019. augusztusában tartották meg először, amely azóta is nagy visszhangra talált. Idén 32 gyermek vett részt a munkában, akik Temerinből és Úbecséről érkeztek, és akikkel színművészek foglalkoztak. 3 korcsoportban dolgoznak, a legkisebbek 7-től 9 évesek, van egy középső csoportunk 10-11 évesek, és egy 11-től 13 éves csoportunk, 3 színész foglalkozik velük, 3 színdarab készül. Igazából ennek a tábornak az a lényege, hogy a gyerekek társaságban jól érezve magukat, egy kis színdarabot elkészítve, szokják egy kicsit a szereplést. Vannak itt olyan gyerekek, akik szavaló versenyekre járnak, mesemondó versenyekre járnak, de sok olyan gyerek is van, aki nem mer kiállni különben közönség elé, ide viszont eljön, és itt jól érzi magát, és ezekben a darabokban is az a tapasztalatunk évről évre, hogy ezekben a darabokban is jól érzik magukat, és önbizalmat, bátorságot merítenek. Az 5. drámatáborban a Szabadkai Népszínház magyar társulatának tagjai Magyar Zsófia, Budincsevics Krisztián és Rókus Zoltán foglalkozott a gyerekekkel, akik lelkesen vettek részt a munkában, és mindannyian egyetértettek abban, hogy remekül telt ez az 5 nap. Ez a tábor egy kicsit más, mint az olyan táborok, ahol reggeltől estig foglalkozások vannak, és valahol Az a cél, hogy a végén a gálára, ha hívhatjuk így, akkor hatörik haszakad valami produktumot, valami értékelhető produktumot hozzunk létre. Na most ez a tábor olyan, hogy itt nem ez a cél, itt egy nap 3 óra foglalkozás van, és inkább játszunk a gyerekekkel. Inkább ez a nyári kikapcsolódásnak is valahol egy ilyen teret ad ennek a dolognak, és inkább játszunk, inkább jól érezzük magunkat, és akkor másodlagos az, hogy itt valamit úgymond alkossunk is. Nyilván a szülőknek egy jó érzést, vagy egy örömet okozni ezzel a kvázi gálával, de hát lényegében a szülőknek szerintem mindegy, hogy a gyerek mit csinál, vagy hogy miért teljesít. A szülőnek az a lényeg, hogy a gyerek jól érezze magát, és biztonságban legyen ott, ahol van, és szerintem ez a tábor ezt megadja. Jó helyen vannak a gyerekek, foglalkozunk velük, nem is nagyon fárasszuk ki őket ez a 3 óra alatt, ugye hát fiatal energiák nagyon sokáig bírják, és tele vannak erővel,
Úgyhogy itt a cél a szórakozás. Először vagyok ebbe a táborba, tetszik nagyon, és hát színészkedni tanulunk, majd előadunk egy előadást, és van ilyen szünet is, és ott meg uzsonnát kapunk. Azért jó itt, mert új barátokat ismerek meg, meg még tanulok egy kicsit színészkedni. Itten a táborban, itten ugye barátkozunk, kapunk szövegeket, amit majd elő fogunk ugye pénteken adni, vagyis holnap. Ugye kapunk uzsonnát, nagyon jókat szórakozunk. Nekem ez a tábor nagyon tetszik. Először vagyok, és nagyon jó. Szeretek színészkedni, már oviba is mutattam, hogy mennyire jól tudom így a helyzeteket kimutatni. Nekem nagyon tetszik itt, és hogyha lehet, akkor jövőre is jövök. A július 17-től 21-ig tartó drámatábor gálaműsorral zárult, ahol a szülők is megtekinthették a gyerekek által előadott darabokat. A tábor a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi, Nemzeti Közösségi Titkárság támogatásával valósult meg.